Főpolgármester az egész történelmi belváros megújulásáról egyeztetne a Lánchíd felújítása kapcsán. Fürjes Balázs az egyenes beszédben elhatárolódott Kósától súlyosan elhibázottnak és sértőnek nevezte kijelentését. A fejlett országok átlaga alatt teljesítettek a magyar diákok a legújabb PISA jelentés alapján. És egy ember meghalt Székkutasnál, ahol 4 autó rohant egymásba a 47-es úton. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Karácsony Gergely szerint összesen 200 milliárd forint hiányzik a főváros költségvetéséből. Ebből 50 milliárd 3 nagy budapesti beruházáshoz kellene, a Lánchíd felújításához, az állatkert fejlesztéséhez és a 3-as metró befejezéséhez. A miniszterelnökségi sajtóiroda híradónkkal írásban azt közölte, készek minden Budapestet érintő kérdést megvitatni a fővárosi közfejlesztések tanácsában. Körülbelül 6 milliárd forintot várunk a kormánytól a teljes projekt fedezetének biztosítására. Az a kérésünk, hogy másfél évnél hosszabb ideig ne tartson a felújítás. Egyelőre nem az a kérdés, hogy meddig tart a Lánchíd és környékének felújítása, sokkal inkább az, hogy egyáltalán elkezdődik-e. Karácsony Gergely egy interjúban arról beszélt, hogy a Lánchíd felújításához 20 milliárd hiányzik, a 3-as metró büdzséjéből 10, az állatkert befejezéséhez pedig további 20 milliárd forintra lenne szükség. A 3-as metrót muszáj befejezni, ott a fővárosnak nincs mozgástere, fogalmazott a főpolgármester. Karácsony Gergely az m4.hu és a privátbankár.hu oldalaknak azt mondta, a Lánchíd csak nem kétszer annyiba kerül, mint amennyi pénz rendelkezésre áll. Szerinte újra kell gondolni a felújítás tartalmát és a híd funkcióját is, azzal együtt, hogy a rekonstrukció nem halogatható tovább. Az állatkert vezetői a biodóm befejezéséhez hiányzó 20 milliárdról nem kívántak nyilatkozni. Pedig a beruházás a Liget projekt részeként indult 2 évvel ezelőtt. Karácsony Gergely azt is hangsúlyozta, hogy a főváros esélyt sem lát az összeg kigazdálkodására. Az szerinte rárakódik arra a 150 milliárdos hiányra, amelyet az új városvezetés örökölt. A miniszterelnökség ezt másképp látja. Szerintük Tarlós István stabil pénzügyi helyzettel, megtakarítással adta át a fővárost. De hozzátették, a fővárosi közfejlesztések tanácsában készek minden Budapestet érintő kérdést megvitatni. Karácsony Gergely interjújára és Kósa Lajos kijelentésére is reagált a tegnap esti egyenes beszédben Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Fürjes furcsálta, hogy még több pénzre van szüksége a fővárosnak a Lánchíd, az állatkert és a 3-as metró beruházásához. Azt mondta, várják a pontos tájékoztatást Karácsony Gergelytől arról, hogy mi a probléma, annak mi az oka és mit kér a kormánytól a megoldás érdekében. Szerinte hamarosan kiderül, hogy mikor tárgyalhat erről a közfejlesztési tanács. Fürjes Kósa Lajos botrányt okozó kijelentéséről azt mondta, súlyosan elhibázott, sértő kijelentés volt. Biztos, hogy nem kellett volna ezt mondani. Tehát az a helyzet, hogy a zsidó közösséget érte egy olyan sérelem, amire a magyar politikusoknak bármelyik oldalon álljanak, ez ugye a holokauszt, a Shoah, tekintettel kell lenniük, és ezért nem lehet ilyet mondani. Nincs elég gépkocsi vezető a hókotrókhoz, és a járművek közül is több rossz volt tegnap. A főpolgármester szerint ennek ellenére mindössze fél nap miatt érheti kritika az új városvezetést. Start című műsorunkban Karácsony Gergely ma reggel azt is elmondta, hogy a Lánchíd felújítása kapcsán az egész történelmi belváros megújulásáról egyeztetne a Budapestért felelős államtitkárral. A főpolgármester úgy vélte, szakmai ügyekben nincs nagy különbség a főváros jelenlegi vezetése és a kormány politikája között. Az egész rakpart kérdés, ahol egyébként mi alapvetően forgalomcsillapítást szeretnénk, az alagút felújítása és a rakparthoz kapcsolódó villamos aluljáróknak a komplex átgondolását szerintem tegyük meg közösen, és nem biztos, hogy csak a Lánchídról kell beszélni, az egész történelmi belváros ügyében van dolgunk, és egyébként a kormánynak is volt szándéka, amely szakmailag megegyezik a miénkkel, hogy a belvárosban forgalomcsillapítást legyen, és a rakpartok azok egy hidat képezzenek a Duna felé, és ne egy autópályaként üzemeljenek a város szívében.
A Népszava információja szerint Podrejsz Balázs, az MSZP Győri szervezetének elnöke indul a polgármesteri székért a január 26-i időközi polgármesterválasztáson. A jelöltet egyelőre nem sikerült alapnak elérnie. Glázer Tíme a november végén jelentette be, hogy másodszorra már nem fut neki a győri polgármesteri posztért folyó küzdelemnek. Nemes Balázs, a Momentum szóvivője tegnap azt mondta, sikerült közös ellenzéki polgármester jelöltet állítani, akinek a nevét szerdán hozzák nyilvánosságra. Korábban az is a tervek között szerepelt, hogy ellenzéki előválasztáson döntenének, de erre már nem lenne idő, ha január végére kiírt voksolási. Tovább emelkedhet a bolti tej ára, írja a Világgazdaság. A lap szerint az elmúlt fél évben 6%-kal emelkedett a nyers tej felvásárlási ára, ami eddig csak részben jelent meg a fogyasztói árakban. Harc Zoltán, a tejterméktanács ügyvezető igazgatója az újságnak azt mondta, a nemzetközi piaci helyzet, a nyers tej áremelkedés és a forint-euró árfolyam változása is a fogyasztói árak további emelkedésének irányába hatnak. Kicsit javult a magyar diákok eredménye, de így is gyenge nemzetközi összehasonlításban, állapítja meg a legfrissebb PISA eredmények alapján az Index. A PISA teszt az egyes országok oktatási módszereit elemzi és hasonlítja össze a diákok teljesítménye alapján. Az idei adatok szerint a magyar 15 évesek minden tudás területen az OECD országok, vagyis a legfejlettebb államok diákjainak átlaga alatt teljesítettek. Olvasásból a holtversenyes 30., matematikából a 33., természettudományos területen pedig a 32. legmagasabb értéket érték el a magyar tanulók a 79 vizsgált ország, illetve ország rész között. A 2009-es csúcsponthoz képest a legutóbbi 2015-ös mérésen történelmi mélypontot ért el a magyar tanulók teljesítménye. Ehhez képest most területenként 4-6 pontot sikerült javítani. A mostani eredmény azonban így is jóval a 10 évvel ezelőtti alatt marad. Omladozó iskolák, agyonhajszolt diákok és központosítás, ezek jellemzik az oktatást az ellenzéki képviselők szerint, akik a parlamentben szembesítették a kormányt a problémákkal. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP politikusai gyerekközpontú szemléletről és korábban soha nem látott támogatásokról beszéltek. 5 éven belül lőjünk magyar űrhajóst a magyar égre! Hát az agyam eldobom képviselőtársak! A hétvégi pedagógus tüntetés után az oktatás körüli vita határozta meg a parlament hétfői ülését. Hogyha még Viktort meg Lölőkét akarnák fölkörüli pályára állítani, egy ország tapsolna. De hogy önök akkor akarják meghódítani a világűrt, amikor nincs orvos a kórházakban, nincs tanár az iskolában, nincs szakmunkás az építkezéseken, hát nézzenek már tükörbe. Ha holdbéri tájat akarnak, én elviszem önöket Borsodba, ingyen mutatok. Magyarország az európai átlag felett, majdnem a GDP 5%-át költi az ágazatban. És az elmúlt 30 évben nem volt olyan volumenű iskola fejlesztés, mint most. A DK képviselője azt vetette a kormány szemére, hogy a jövőben nem a szülők és az óvodapedagógusok, hanem az oktatási hivatal dönthet majd arról, hogy iskola érettek-e a 6 éves gyerekek. A hivatal. Nem szól semmi másról ez a rendelkezés, csak arról, hogy a gyerek nem számít, a gyerek érdeke nem fontos, az fontos, hogy a hivatal hozhasson meg minden döntést. Ami változik, hogy ez nem sok százféle gyakorlat alapján alapulhat, hanem egységesen minden gyermekre Magyarországon ugyanazok az iskola érettségi szabályok vonatkoztak eddig is, de most az eljárásban is ugyanúgy igyekszünk ezeket a szabályokat érvényesíteni, pontosan a gyermekek érdekében. Az MSZP-s Tóth Bertalan szerint a Fidesznek sem az oktatás, sem a klímavédelem nem fontos. Ezt a politikus szerint jól mutatja a párt klímasztrájkra adott válasza. A klímatüntetés résztvevői csak hisztiznek. Kövér László elnök úr róluk azt mondta, hogy agymosodtak, akik szerint ma a klímaváltozás a legfontosabb ügy a világban. A különbség kettőnk között, a mi politikai közösségünk között ott van, hogy milyen eszközökkel szeretnénk ezt elérni. Azt látjuk, hogy a baloldal a magyar családokra tenni a terheket. Mi nem ezen az állásponton vagyunk. Mi szeretnénk, hogy a Brüsszel biztosítana több forrást, és egyébként meg azok a nagyvállalatok, akik elsősorban felelősek a kiemelt szennyezésért. A parlamentben két új ellenzéki képviselő vette fel a mandátumát, míg az MSZP-s Szakács László Tóbiás Józsefet váltja, a DK politikusa Sebján Petrovszky László Imrét. Egy ember életét vesztette és heten megsérültek, amikor 4 autó ütközött a 47-es főúton a Csongrád megyei Székutas határában.
Hódmezővásárhely irányában haladt egy Suzuki, amikor eddig ismeretlen ok miatt több autóval is ütközött, majd az útszéli árokba csapódott. Információnk szerint a Suzukit vezető nő a helyszínen életét vesztette. A vele utazó 6 éves gyermek és a többi autóban ülő további 6 személy súlyosan megsérültek. A mentők mindannyiukat kórházba szállították. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az utat több órára teljesen lezárták. A figyelmesebb autózásra hívja fel a figyelmet honlapján a rendőrség egy zebrás gázolásról rögzített videóval. Az eset még november 25-én történt Vácott, de tegnap került ki a police.hu-ra. Egy kijelölt gyalogos átkelő helyen ütöttek el egy nőt. A baleset következtében a 71 éves asszony 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Az esettel kapcsolatban óvatos és körültekintő vezetésre hívják fel a figyelmet a rendőrségi honlapon. Átszakította a szalagkorlátot és lezuhant egy teherautó a 11. kerületi Nagyszőlős utcai felüljáróról a Budaörsi útra. A balesetben a teherautó vezetője megsérült, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. Tudósítónk a helyszínről jelentkezve arról számolt be, hogy a környék hétfőn délután és este nagyon nehezen volt járható, a baj csak tetézte, hogy a havas és latyakos utakon már amúgy is lelassult a forgalom. Hétfőn megérkezett az országba az első nagyobb mennyiségű hó, és ezzel együtt a közlekedési káosz is. Kora reggel a fővárosban nagyon lassan lehetett csak haladni tegnap a havazás miatt, több helyen is dugók alakultak ki. A vonattal utazók közül sokan nem értek be időben a munkahelyükre, ugyanis több mint 1200 vonat késett, vagy el sem indult. Ígérték, és meg is érkezett a hó az országba. Stábunk éjjel a Kékesen futott bele az első hópelyhekbe. Aztán őzikékkel találkoztunk, akik az autó fényszóróját látva jobbra és balra futottak. Hollókőre napközben érkeztünk meg. Az egyik autós arra panaszkodott, hogy nem takarítják az odavezető utakat. Nagyon rossz, és van egy kis baleset szerintem, mert ecsek felé eltereltek. Végig rossz az út. Erre nem láttam hótolót se. A 21-es takarítja. Fábi Bözsi néni a tűzrevalót vitte be épp, amikor stábunk megszólította. Szerinte már éppen ideje volt, hogy megérkezzen a tél. Ma illenkor szokott lenni a tél. Illenkor ma bekövetkezett. Szoktak mondani a régi öregek, hogy nem ette még a tél, nem ette még a kutya telet. Hajnalra a fővárosban is fehér lett minden, a sűrű hóesés pedig jelentősen lelassította a reggeli forgalmat. Több helyen dugó alakult ki. Az ORFK azt javasolta a járművezetőknek, hogy lassabban és nagyobb követési távolsággal közlekedjenek, de üzentek azoknak is, akik még nem cserélték le a nyári gumikat. Azt tanácsoljuk, hogy az autó maradjon otthon, semmiképpen ne vegyen részt a közlekedésben, hogyha felszáradt az út, akkor pedig az első útja a gumishoz vezessen. Reggel az sem volt egyszerű helyzetben, aki nem autó, hanem vonattal indult volna útnak. A MÁV-Inform Facebook oldala több órás késésekről írt a havazás és vezetékszakadás miatt. Több órán keresztül több váltót nem lehetett használni, és ezen felül jött még a havazás, ami a nyugati pályaudvar érintettségében azt jelentette, hogy ott nincsenek jellemzően váltófűtőberendezések, tehát ott nem tudjuk leolvasztani a havat a váltókról. A közlekedőknek ezek után jó hír lehet, hogy kettő már nem várható nagy havazás. Budapesten, illetve a főváros térségében további havazás már nem várható. Országos szinten hózáporokra van esély, illetve az északkeleti részeken, ahol tartósan borongós az idő, ott lehet kisebb fajta hószállingózás. Mivel a következő napokban már valószínűleg nem lesz ekkora havazás, így ezért mi most használtuk ki. Itt a Normafán hétfőn délben nincsenek túl sokan, úgyhogy bőven van helyünk szánkózni, és ahogy mindjárt látni fogják, a hó minősége és mennyisége is megfelelő a sportra. Az ATV híradójában Gulyás Eszter riportját látták. A toronyórát próbálta beállítani, amikor leesett egy pap a templomtoronyból Magyarbánhegyesen. A szerencsétlenül járt férfi több méter zuhant, és olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Ebből a toronyból esett ki Ákos atya. A hibás templomórát akarta megjavítani, amikor kizuhant az ablakon. Templomórát akarta beállítani, eltört alatt egy deszka vagy valami, az kizuhant a toronyból.
Az atya több métert zuhant a mozdulatlan férfire, iskolás gyerekek találtak rá a járdán. A diákok azonnal szóltak a közelben dolgozó felnőtteknek, akik mentőt hívtak. A kiérkező egységek azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A faluban mindenkit megrázott a tragédia, hiszen nagyon szerették a papot, jó embernek tartották. Nagyon jó embernek, kapcsolattartó embernek ismertem, és nagyon szerette az embereket, és közvetlennek, és nagyon közvetlen volt mindenkivel. Tiszteletet tudott mindenkivel, és mindenkinek tudta, mindenki nyelvén tudott beszélni. Az orosházi esperes híradónknak azt mondta, nem tudnak órásmestert alkalmazni, mivel nincs rá pénzük. Ha be kell állítani a templomórát, akkor kénytelenek ők maguk felmászni a toronyba. Ilyen, mondjam azt, hogy munkára nem tartunk külön embert, mert erre nincs anyagi lehetőségünk. Tehát azt szokták mondani, hogy magad uram, a szolgád nincs. Tehát nagyon sok mindent mi magunk házilag oldunk meg, munkát, feladatot, amit tudunk. Mivel idegenkezőség nem merült fel, ezért az ügyet a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja. Csak nem 30 millió forint értékű kokaint foglaltak le a rendőrök Csepelen. A drogot Németországból autóval hozták Magyarországra. Az ügyben három férfit már letartóztattak. A kokain még mindig a legdrágább drogok egyike, főleg a magas jövedelműek engedhetik meg maguknak. Kábítószerkereskedelem miatt egy autószerelő műhelyre csaptak le a nyomozók néhány napja Csepelen. Egy Németországból érkezett autót pakoltak ki éppen, amikor a rendőrök megérkeztek. A kocsiban több rejtekhelyet alakítottak ki, ahonnan másfél kiló kokain került elő. A helyszínen két 45 éves férfit őrizetbe vettek, megbízójukat pedig a belvárosban, a Bajza utcában fogták el. A budapesti rendőrfőkapitányságon mindhárom férfit kábítószerkereskedelem büntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őket kihallgatás után őrizetbe vettük, és kezdeményeztük letartóztatásuk indítványozását is, amelyet az illetékes bíróság elrendelt. A házkutatások során tucatnyi kábítószergyanús tablettát, marihuánát és 18 millió forint értékű valutát, ékszert foglaltak le még a rendőrök. Magyarországon a legelterjedtebb kábítószer továbbra is a kanabisz, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre terjed a kokain is, csak úgy, mint Európa más országaiban. A kokaint ára miatt elsősorban a társadalom tehetősebb rétegei használják. A kokain a legdrágább kábítószer, ez régen is így volt, és most is így van. Ez meglehetősen egy exkluzív drognak számít. A jelenlegi utcai ára az 12 és olyan 20-22 ezer között, forint között alakul per gram. Van, de ez nagy mértékben függ a tisztaságától, illetve a beszerző, éppen a piacnak a mozgásától. A kokain Dél-Amerikából terjesztik a világba, nagyon ritka, amikor közvetlenül érkezik Magyarországra. Hozzánk elsősorban a nyugat-európai elosztóközpontokból hozzák a szállítók. Ma már sokkal jellemzőbb az, hogy általában Belgium, Hollandia, Spanyolország, érkeznek a nagyobb kokainszállítmányok nagyon sok esetben hajóval, akár Afrikán keresztül, illetve a repülős vonal az továbbra is érvényes, de jellemzően ezek a célországok, és innen jön aztán tovább, vagy repülővel tovább, vagy nagyon sok esetben autóval Magyarországra a kokain. A Csepelen most lefoglalt kokain fekete piaci értéke közel 30 millió forint. Két napos csúcs találkozót tartanak Londonban a NATO tagállamok vezetői. Az informális csúcsra már megérkezett a brit fővárosba Donald Trump. Az amerikai elnök feltehetően ismét azt sürgeti majd, hogy az európai tagállamok vállaljanak nagyobb részt a katonai szövetség kiadásaiból. 2014-ben a tagok azt vállalták, hogy a bruttó hazai termékük 2%-át a védelmi kiadásokra fordítják, azon belül pedig 20%-ot költenek fejlesztésekre. A csúcs találkozón Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviseli. Az Egyesült Államok 100%-os büntetővámmal fenyegeti Franciaországot, illetve a francia termékeket. A lépés válasz lenne az amerikai technológiai óriás cégekre kivetett francia digitális adók miatt, jelentette be az USA kereskedelmi főképviseletének irodája. Az amerikai kormány kifogásolta, hogy a francia kabinet digitális adót vetett ki az olyan nagy amerikai vállalatokra, mint a Google, az Apple, az Amazon és a Facebook. A franciák viszont azzal érveltek, hogy az amerikai cégek egyszerűen elkerülik az adózást sok digitális szolgáltatásuknál. Drámai hangot ütött meg az ENSZ főtitkára a világszervezet 25. klímakonferenciáján. Antonio Guterres szerint hamarosan elérjük a pontot, ahonnan nincs visszaút.
a világon egyébként csak nem minden ország csatlakozott a párizsi klímaegyezményhez. Az egyik kivétel az Egyesült Államok, melynek elnöke nem vesz részt a konferencián. Sokan ilyen helyen képzelik el az álomnyaralásukat. A csendes óceáni Marshall-szigetek azonban veszélyben vannak az éghajlatváltozás miatt. A tudósok szerint, ha a globális felmelegedés következtében megemelkedik a tengerszint, az ország már 2030-ra eltűnhet a térképről. A világ politikai vezetői a válság növekvő érzetével érkeztek Madridba, a Nemzetközi Klímakonferenciára. Az ENSZ főtitkára különösen drámai hangot ütött meg. A következő évtized végéig két dolog történhet. Az első, ha feladjuk és alvajáróként elérjük azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút. Veszélybe sodorjuk a bolygónkon élő összes lakos egészségét és biztonságát. A másik a remény útja, ha fenntartható megoldásokat keresünk, mondta António Guterres, aki szerint elsősorban a legnagyobb károsanyag kibocsátó országokat kellene rávenni a reformokra. A legnagyobb kibocsátó országok vezetői közül nem ment el a konferenciára az Egyesült Államok elnöke. Ott volt viszont az amerikai képviselőház elnöke. Az általam vezetett delegáció azt az üzenetet hozta, hogy a kongresszus szilárdan elkötelezte magát arra, hogy fellépjen a klímaválság ellen, mondta Nancy Pelosi. A két hétig tartó konferencián a világ csaknem 200 országának a képviselői azt vitatják meg, hogy mit lehetne tenni a globális felmelegedés ellen. A tudósok szerint ugyanis a földfelszín átlaghőmérséklete meglepően gyorsan növekszik, emiatt csökkenteni kellene az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Ismét Lionel Messi kapta az aranylabdát. Az FC Barcelona argentin labdarúgója ezzel újra egyedüli rekorderré vált, miután ismét ő nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó elismerést. Tavaly Luka Modric kapta az aranylabdát, megszakítva a két szupersztár Cristiano Ronaldo és Messi 10 éves uralkodását. Ők 5-ször győztek ugyanis addig. Ronaldo ott volt a jelöltek között most is, de miután kiderült, nem megy el a párizsi eredményhirdetésre, már sejteni lehetett, hogy nem ő győzött. Nyer viszont mindenki, hogyha most a következő percekben a fórumot nézik és Somos Andrással beszélgetnek, aki talán még véleményezi majd az aranylabda díjátadó körülményeit, Ronaldo viselkedését, vagy akármi mást is. Miről tervezel beszélgetni egyébként, Andris? Szia! Szervusz Tamás, biztos, hogy rosszul alszik Ronaldo, de mi viszont a következő fél órában beszélünk Fűrjes Balázsról, hogy szerinte Kósa Lajos elhibázta, sértő volt, amit mondott a zsidók szempontjából is, meg a magyarok szempontjából is, gondolom a Politico azt írja, hogy Orbán Viktor a következő évben az álmodozó kategóriában majdnem a legbefolyásosabb ember, a második helyet ért el, és a harmadik témánk pedig az, hogy hát majd inkább a műsorban mondtam ki, jó, a harmadik témát. Oké, András, köszönöm szépen, érdekesnek ígérkezik már az eddigi két témafelvetés kapcsán is a fórum. Hívják most Somos Andrást, nézzék továbbra is az ATV-t, délután 17:30-kor újra híradó. Addig is a viszontlátásra, szép napot!